Jó estét kívánok! A híradót látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2014. november 4-én kedden 19 órakor. Híradásunk tartalmából. 400 új fa. Megkezdte az őszi ültetést a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Imádságra hív. Felújították a lélekharangot Mosonban. Közeledik a fagy. Fontos tudnivalók a hideg időre. Már egy hete megkezdte az őszi fásítást Moson-Magyaróváron a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Közel 400 új fa csemetét és tuját ültetnek ki a közterületekre. Többek között vérszilva, japán cseresznye és szivarfák szépítik mostantól a zöldövezeteket. Vérszilvafát ültetnek a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Dolgozói a Móra iskola előtti területen. Október 28-án ugyanis megkezdte az őszi fásítást a VÜF. A legjelentősebb fásítás a MTA pályánál lesz, illetve a Kálnoki úton, de az ipartelepi rész is komoly fa mennyiséget fog kapni, illetve már kapott. Jelenleg a kiültetésnek olyan 75%-ánál tartunk, ami azt jelenti, hogy jövő hét elején végezni fogunk a teljes kiültetéssel. Közel 400 facsemetét és tuját ültetnek ki a közterületekre. Az őszi faültetésnek nagy jelentősége van, hiszen akkor éli vegetációs időszakát a növény. A fa ilyenkor már kevesebb tápanyagot vesz fel, lomb ugye lehullik róla, így tavasszal a kirügyezés lényegesen nagyobb százalékban történik meg, kevesebb elszáradás történik a facsemetéknél. A faültetés után más feladatok is hárulnak a Városüzemeltető és Fenntartó Kft.-re. Minden év legnagyobb munkája, tehát az őszi lombeltakarítás ez a város közterületei, közparkjaival történik. Ezt már kb. Két hete elkezdtük, és folyamatosan megyünk végig minden területen. Remélhetőleg az első fagy lehozza az összes levelet, így nem kell minden területre többször visszamennünk. A lomb eltakarítása és a faültetés az ősz utolsó nagyobb feladatai. Ezekkel a munkálatokkal is a közelgő térre készül már a Városüzemeltető. 1784-ben öntötték a mosoni hívek a lélekharangot. Az elmúlt 230 év során azonban az állapota annyira leromlott, hogy az egyházközség képviselőtestülete úgy döntött, új harangot öntet. A régi lélekharang és az újonnan öntött. Néhány hete mind a kettőt megszemlélhetik azok, akik felkeresik a mosoni templomot. A régi mondás így szól a harangokról: hívom az élőket, gyászolom a holtakat, és megtöröm a viharokat. Tavaly egy 1040 kg-os nagy harangot öntetett az egyházközség, akkor megvizsgálták a lélekharangot is. Ezt követően döntött az egyházközség képviselőtestülete. Ne olvasztassuk be, mint sok helyen azt teszik, hanem őrizzük meg, mint nagyon értékes műemléket, és egy olyan harangot, amely a 230 év alatt sok tízezer mosoni elhunytér szólt, immára hívva fel a mosoniakat. Így döntött a testület, hogy egy új lélekharangot öntessünk, ez egy 56 kilós bronz harang. Két latin nyelvű felirat található rajta, az egyik szerint, aki bennem hisz, örökké él, valamint Szűz Mária haldoklók anyja, könyörög érettünk. Ezek a feliratok jelzik a mosoni ősök mély hitét, hitét az örök életben, hitét a föltámadásban, és jelzik tiszteletüket a boldogságos szűzanya iránt is. A falvakban gyakran a mai napig, ha valaki meghal, azonnal meghúzzák a lélekharangot, ezzel jelzik a közösségnek a halálhírt. Mosonban is arra buzdít a harang, hogy a halottakért imádkozzanak. Minden temetés kezdetekor 5 percig szól a templomban a lélekharang, és ezen kívül pedig szól még az esti harangszó után is, hiszen a nagy harang az urangyalára hív bennünket, a lélekharang pedig arra, hogy az elhunytakért imádkozzunk. A szentmise keretében áldotta meg az új lélekharangot Kapui Jenő plébános. Add, hogy minden híved, aki hangját hallja, szívét hozzád irányítsa, osztozzon testvérei örömében vagy gyászában, siessen az egyház otthonába, ahol érezze meg Krisztus jelenlétét. Hallja meg szavát, stárja föl előtted minden kívánságát. Hamarosan beköszönt a tél, a hideg idő érkezése számos feladatot jelent a kertesházban élőknek.
A növények mellett a vízórákra is gondolni kell. Ahogy a virágok, úgy a kinti vízcsapok is könnyen elfogyhatnak. Ezt a láda fekete retket alig pár napja szedték ki a földből, a zöldség jelentősen hozzájárulhat a megfelelő vitaminkészletünkhöz a hideg időben. Hegedűs Csabáné, a Mosonmagyaróvári Kertbarátok körének elnöke is készül már a térre. Ilyenkor vissza kell aztán vágni a rózsákat, ezeket felkupacolni, hogy a fagy ne érje közvetlenül a gyökérzetet, és akkor azért nagyon ritkán szokott előfordulni az, hogy legfeljebb a nagyon elfáradt gyökerek, bokrok, hogy kifagynak. A cserepes növényeket is be kell vinni a lakásba, a fűszereket, gyógynövényeket pedig le kell szedni és kiszárítani, de más feladatok is hárulnak egy háziasszonyra a tél közelettével. Feltétlenül ajánlatos a kertekbe ősszel a trágyát elszórni és be is ásni, mert a földdel együtt tavaszra átjárja a csapadék, lebomlik, jobban lebomlik. Így tavasszal a kapálásnál könnyebb lesz beledolgozni a trágyát a földbe. A növények mellett a kerti csapokra is gondolni kell a tél közelettével, a kinti vízórákat is meg kell óvni a hideg időtől. Gyakorlatilag a vízóra üvege fagyhat el a lehető legkönnyebben. Ezért szükséges a szerkezet téliesítése, ezt pedig nagyon egyszerűen elvégezheti bárki, akár egy ruhanemű segítségével. Két részre bontanám, az egyik a vízóraaknában elhelyezett vízórák, illetve azok szerelvények téliesítése. A legegyszerűbb módja ennek, hogyha egy használaton kívüli ruhadarabot vagy bármilyen szigetelőanyagot helyeznek el a vízóraknában. A másik terület viszont a vízóra utáni szakaszon azok a fogyasztóhelyek, fogyasztópontok, amiket időszakosan használnak a kedves fogyasztók. Ezek jellemzően kerti csapok, melléképületek, illetve nyaralók lehetnek. A közkutak, illetve tűzcsapok téliesítését az Akvaszolgáltató Kft. Végzi. A társas vagy családi házak területén lévő eszközökről azonban a tulajdonosnak kell gondoskodnia. Amennyiben a téliesítést nem megfelelően végzik el, vagy nem végzik el, akkor jellemzően csőtörés történhet, amelyet sajnos a vízóra mér, így az elfolyt vizet ki kell számláznunk. Ez a lakó, a kedves fogyasztó költségére történik sajnos. Itt a javítási költségen felül még az elfolyt vízmennyiséget is ki kell, hogy számlázzuk. A téliesítés tehát nem csak a vízórákat, hanem a pénztárcánkat is kíméli. Az eszközre helyezett ruhanemű akár ott is maradhat, így a műveletet elég csak egyszer elvégezni. Kedves nézőink, a híradót látták itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. 1956. november 4-én vonultak be az orosz tankok, hogy letiporják a magyar szabadságharcot. Most a híradó után erre emlékezve Fehér Dominik, nagypapája Fehér János fogságban írt versét adja elő. Ezt követően pedig pályaválasztásról beszélgetünk Szabó Edittel, a Bója iskola intézményvezető helyettesével. A hírháttér után heti hír összefoglalónk a napról napra ismétlését láthatják. Friss hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!